Kipróbáltuk az önök ízlését. 23 évig volt arra, hogy felépítsék a saját kultúrájukat. Így születtek a valóságsók, a szappanoperák, a Bundesliga frizura, a Pankráció, a Romeo és Julia musical, a gyermekszépségversenyek, Michael Flatley, világslágerek Pánsípra és Okarinára, a hitvány ejtőernyős Elvis imitátorok, a Makkos cipő és Richard Klederman. Az önök ízlése leszerepelt. Átvesszük az ügyet, és hozzálátunk a kármentéshez. Ez az önkényes mérvadó a Spirit FM-en. Szervusztok, kedves hallgatók! Boldog húsvéti ünnepeket kívánunk nektek innen a Spirit FM stúdiójából. Ez az önkényes mérvadó Horváth Oszkárral. Hello! Kovács Négy Zolival. Hello! És velem Puzsér Róberttel. Beszélgessünk egy kicsit erről a mai napról, erről a keresztény ünnepről, amiről a keresztények, minél keresztényebbek, annál inkább azt mondják, hogy a kereszténység legfontosabb ünnepe. Ugye minél kevésbé keresztény valaki, annál könnyebben rámondja a karácsonyra, hogy az a legfontosabb ünnepe a kereszténységnek, de minél keresztényebb, annál inkább jól tudja, hogy nem a karácsony, hanem a húsvét. Azt hittem, hogy a május 1-et mondod, hogy szeretet ünnepeiket. Nem, ugye? Nem, és április 4-ét, vagy november 7-ét. Arról van szó, hogy a húsvét annyival fontosabb ünnep, mint a karácsony, amennyivel fontosabb Jézus Krisztus feltámadása, mint a születése. Márpedig fontosabb a kereszténység számára, úgyhogy annak ellenére, hogy a karácsony valahogy, is volt ilyen sztori. Valahogy a karácsony a fogyasztói társadalmakban nagyobb jelentőséget kapott. Nagyobb súllyal esik alatba az emberi pszichékben, meg az emberi szokásokban, meg valahogy nagyobb áhítat lengi körül a karácsonyt, mint a húsvétot. Ennek ellenére a húsvét az mondom egyházi körökben egy fontosabb pillanat a kereszténység szempontjából. És akkor érdemes esetleg áttekinteni azt, hogy ami a húsvét a kereszténységnek, mert ugye úgy tartjuk, hogy ez egy keresztény ünnep, abból mi szivárgott le a tömegek számára? Mi szivárgott le a hétköznapokba? Mi szivárgott le a tradícióba, az ünnep gyakorlatába? És azt látjuk, hogy hát itt kétféle húsvét van. Tehát van egyrészt, mint egy kettős könyvelés. Van egyrészt az a húsvét, amihez a közvetítés tartozik Vatikánból, ahol a Szent Péter téren, ugye a bazilika előtt a pápa megáldja a tömeget, és az ő húsvéti beszéde, akkor ehhez tartozik egy templomba járási, kifejezetten húsvéthoz tartozó tradíció. De ehhez tartozik egy csomó minden, aminek pedig semmi köze nincsen. Sem a Jézus Krisztushoz, sem az ő kereszt halálához, sem az ő feltámadásához. Sem a locsolásnak, sem a nyúlnak, sem a tojásnak. Tehát mindazoknak, amiket ilyenkor a népi tradícióban az emberek a hétköznapokban, ugye hétfőn locsolkodás van, a locsolóknak tojás, ilyen hímes tojás ajándékozás van, ami azért az esetek többségében ma már csoki tojás, akkor csokoládé nyulat ajándékoznak, mert eleve a nyúl napja, tehát valamiért ez egy kitüntetett szerepet kapott a nyúl. Na most a kérdés, hogy miért nyúl, miért tojás és miért locsolás? Hát teljesen nyilvánvalóan ennek semmi köze a keresztény tradícióhoz. A húsvét az már a kereszténység előtt is volt egy termékenység ünnep. És ehhez a termékenység ünnephez, ami ugye a tavaszhoz tartozik, a természet újjászületéséhez tartozik, a rügyek azok kifakadnak a fákon, ugye ehhez szervesen hozzátartozik a természet. Ilyenkor tavasszal ugye a tesztoszteron szint is az egekbe ugrik. Ugye a termékenység minden formája, minden módozata, minden képlete az a helyére kerül, és mozgósítva van. Annak érdekében, hogy az ember az, hogy mondjam, elhálja a tavaszt, hogy finoman fogalmazza. Egyébként a máshol nem, annan lehetne mindenképpen tudni, hogy mindig
vasárnap hétfő. Tehát, hogy nem véletlen ez, tehát ugye igazából holtciklushoz van ez igazítva, nem pedig egy adott valós dátumhoz, történéshez. Na ettől is valahogy a húsvét valahogy kicsit misztikusabb, mint a karácsony. A karácsonyt azt a hülye is meg tudja mondani, hogy 24-e este, december 24-e este, szenteste, aztán 25-e, 26-e, és ez minden évben így van. Viszont a húsvétot azt nem tudod kiszámolni, én se tudnám kiszámolni, hát nem anyukák tudom. Anyukák szokták tudni, meg nagymamák. Soknak kell. Hát az a lényeg, hogyha veszel egy következő évi naptárat, abban benne van, hogy mikor van húsvét, de hogy ezt asztronómusoknak kell kiszámolni. Hogy abban az adott évben mikor van a húsvét. Ezt én a hülye fejemmel nem tudnám kiszámolni, nem tudnám megmondani, hogy jövőre mikor lesz a húsvét. És ettől az egész kicsit olyan, hogy mondjam, olyan ködösebb, olyan misztikusabb lesz, hogy az egésznek lesz egy aurája. Az óraátállítást követő valahanyadik hétvégén. De nem. De tényleg. Tényleg? Nem. Közel következő valamelyik. Hát igen. De mindig az átállítás után van? Átállítás után egy-kettő, max. Három. Nyilván az átállítás... Hát ez nem egy függvény, Zoli. Nem annyira. Szóval, nem annyira. Szóval arról van szó, hogy ezt a termékenységet ünnepelték. Már sokkal korábban, ugye a tavaszt meg a természet újjászületését azért locsolkodunk, mert a locsolás az a termékenyítésnek a metaforája. A termékenyítésnek a... Azért mondhatnám azt is, hogy szimbóluma, de valójában nem szimbólumról van szó, mert itt nem szimbolizálja a termékenyítést, hanem imitálja. Ez egy imitáció. Akkor, amikor meglocsoljuk a lányokat, mondjuk Kölnivel, az tulajdonképpen értettük. A megtermékenyítésüknek az imitációja. A tojás, amikor ő ezért ajándékban nekem tojást ad, az már a megtermékenyültségnek az imitációja. Hát egy petesejtet ad gyakorlatilag. Igen, átad nekem egy petesejtet, amit én a locsolás során már megtermékenyítettem. És a nyúl, mint a legszaporább állat, alig ha véletlen, a nyúl az ugye ennek a leplezetlen szexualitásnak a címer állata. Ennek a szemérmetlen, ennek a de nem szexualitásnak, szaporodásnak. Tehát ha ránézel egy nyúlra, nem az jut eszedbe, hogy de szexi, hanem az, miért neked igen? Jessica Rabbit, ja. Jessica Rabbit. Nyula válogatja. Más kérdés, meg te azért itt a sziporkával a Disney műsorban folytattál valamilyen, volt egy ilyen szellemi kapcsolat köztetek. Igen, elsőséges viszont. Igen, szóval, hogy arról főleg az ő részéről. Arról van szó, hogy a nyúlról talán nem csak nekem jut eszembe a szaporulat. És hogy ezeknek aztán semmi közük nincsen a Jézus Krisztus passiójához, kereszthalálához és feltámadásához, de valahogy ez a hatalmas pogány monolit, amire ráépült a kereszténység, ez valahogy megőrződött a kereszténységben, sőt, néha olyan érzésem van, minthogyha ez a pogány monolit meg az ahhoz tartozó tradíció felhasználná a kereszténységet arra, hogy ő meg tudjon maradni. És ahogyan karácsonykor a jászolhoz, ma már szervesen hozzátartozik a karácsonyfa, aminek pedig semmi köze nincsen a Jézus Krisztus születéséhez, hanem az megint csak egy pogány hagyomány, ami fölhasználta a kereszténységet arra, hogy megmaradjon, a Jézus Krisztus születéséhez rendelve, ugyanúgy a locsolás, a tojás, a nyúl, ezek mind ennek a pogány hagyománynak a szimbólumai, meg az eszköztára, ami megmaradt annak érdekében, hogy, és hát felhasználta a kereszténységet annak érdekében, hogy átörökítse magát talán egy olyan korba, mint tradíciót, amikor már a kereszténység is talán egy nap csak olyan lesz, mint a tojás, a nyúl, meg a locsolás, és majd ez így együtt, talán majd a Jézus Krisztussal együtt hozzá lesz rendelve egy újabb tradícióhoz, csak azért, hogy a húsvét fennmaradjon. Tehát minthogyha úgy történne ez a dolog, hogy van a karácsony, van a húsvét, már a Jézus születés előtt is volt fenyőünnep, meg volt szaporulatünnep, vagy termékenységi ünnep, és aztán a kereszténység tradíciója az hozott a Jézus születéséhez, meg a Jézus Krisztus halálához tartozó ünnepeket, amely ünnepek tulajdonképpen alkalmas hordozó voltak, mint egy avatártest. Át tudták hordozni ebbe a kereszténykorba azt a pogány tradíciót. Mert valójában azt a pogány tradíciót a papoknak, amikor a kereszténység a civilizációnkat
meghódította, ezt el kellett volna törölni. Ezt fel kellett volna számolni. Nem sok esély volt szerintem akkoriban erre, és mind a karácsonynál, mind a húsvétnél az meg, szerintem elég erősen belejátszott, hogy hatalmas, mivel jóval korábban megvoltak ezek az ünnepek, ugye a húsvét maga konkrétan a kifejezés, az Easter, meg a talán németül is valami hasonló szó van rá, ez is egy a tavaszt, illetve termékenység istennőjének a neve, a szász, azt hiszem a szász ilyen Isten kultuszban. Tehát maga ilyen több száz éves, vagy több ezer éves szokásokat eltörölni, próbálni, az biztos, hogy kudarcra volt ítélve. Ez az egyik, amiért szerintem nem. A fenyőnél egyébként meg nem, az se véletlen nyilván, hogy csak az európai, illetve kifejezetten a germán törzsi szokásokból átvett kellék az is. Hát ugye nagyon ritkán van szezonja a Közel-Keleten eleve, de hogy egyrészt ez, hogy ezeket a szokásokat csak úgy nem törölhetjük el, ez az egyik. A másik meg, hogy sokkal inkább, és ez mai napig szerintem igaz, sokkal inkább lehet az ilyen jóleső, meg kellemes kellékekkel, illetve külsőségekkel körített ünnepet tömegesen ünnepeltetni, mintha csak arról lenne szó, hogy ekkor gondoljál arra, hogy nemrég támad fel Jézus, pont évfordulója van, plusz menj a templomba, illetve tedd meg a liturgiához, vagy liturgia által előírt dolgokat. Sokkal-sokkal több embert, sokkal könnyebb a húsvét ünneplésén rajta tartani, szerintem, hogyha egy vidám, ilyen tavasz köszöntő szertartás még mindig ott van mellette, és inkább én fordítva látom, hogy ez a vivőanyag, mint a kenőcsökben, ez a régi, ez a pogány szokások, és erre, vagy ebbe bele lehet tenni aztán az egyháznak, illetve nem is egyháznak, a vallásnak a tanait, illetve a történéseit. Próbálnak azért időnként történetet ültetni összefüggésekre. Tehát így van egy ilyen elmélet, hogy a locsolás az a víz megtisztító erejét jelképezi, vagy arra emlékszik vissza, amikor a Krisztus sírját őrző katonák a feltámadás miatt újongó asszonyokat igyekeztek így megszabadság terezni a vízzel. Tehát, hogy oszlatni az ő lelkesedésüket, és hát De tudod, én nem ismerem azt a történetet, ahol a pap az átkokat szórt volna azokra a paraszt gyerekekre, meg a paraszt fiúkra és paraszt lányokra, akik locsolkodnak, meg tojást adnak egymásnak, meg a nyulat hordozzák körbe, és nem, nincs előttem az a plébános úr, aki oda megy, és elkezd átkokat szórni, mint egy ószövetségi próféta, hogy az ördöggel cimboráltok, az a nyúl egy bálvány, a Jézus Krisztushoz semmi köze nincsen. Tudod, valahogy a kereszténység ezt befogadta. De hogy fogadhatta be? Tudod, itt ez a kérdés. Semmi köze nincs a judeo-keresztény hagyományhoz. Ez egy pogány tradíció, ami kifejezetten a termékenységet. Értjük. Igen, a szexualitás. Elmondtad. De túl erős. Olyan, mint a 13. havi nyugdíj. Igen, tehát, hogy egy emberek tömege gyakorlatilag télen semmi nem termett meg, semmit nem arattunk be. Ami állatot le tudtunk vágni, azt besóztuk, megfüstöltük, hogy egyáltalán átvészeljük a telet. A csirkék abba hagyták, vagy a tyúkok abba hagyták a tojást novemberben, és most márciusban így elkezdenek úgy lenni mint vele, hogy talán akkor tojok tojást, mert talán lehet, hogy érdemes szaporodni, mert már olyan az idő, mert van annyi napsütés. Ezért hát akkor elkezdjük megenni azokat a tojásokat. Az is. Ezt megünnepeljük. Tehát, hogy azt ünneplik, hogy túlélték a telet. Ezt egyszerűen nem lehet ünnep nélkül hagyni, de akkor használjuk arra, hogy hordozza azt, amire a kereszténység szeretne emlékezni, és ami miatt ezek az emberek békében élhetnek, és lelkiismerettel élhetnek, arról emlékezzenek meg. De az is lehet egyébként. De azért dolgozni is be kell menni. Tehát nem akarunk külön egy termékenységi pénteket és hétfőt, meg egy külön egy passió és feltámadás hetet, mert akkor a gyárban nem lesz senki. Meg az is lehet, hogy közel 2000 éve egy ilyen átmeneti időszakot élünk, ez a keszonolás. Most hoznak le minket a pogány dolgokról, ez most éppen tart, és lehet, hogy mivel egyre kevésbé számít ez, egyre kevésbé a füstölt húsok tartanak minket életben,
egy idő után az is lehet, hogy eljutunk oda, hogy nem, hogy, amit te mondtál, hogy dogmatikusan azt mondja bármelyik egyház, hogy ezek nem tartoznak ide, mint hogy azért láttunk már, mi életünkben is voltak változások. Most már a szupermarketben van sonka, bármikor bemész, és nem lesz különös a húsvét. Nem lesz különös. Annyi, hogy nem kalácsa leszed egyébként, hanem kenyérrel, de ilyenkor meg de. Tehát... Én meg azt gondolom, Tóth, hogy lesznek még új eljövetelek. Tehát én azt gondolom, hogy nem vagyunk a történelem végén, hogy az emberi történelem folytatódni fog, és lesznek új eljövetelek, és lesznek új vallási tradíciók, és már most borítékolható, hogy majd a következő eljövetel, a következő nagy vallás alapító, aki majd egy magasabb szintre emeli az emberiséget, aki mondjuk valami olyasmi lesz a Jézus Krisztushoz képest, ami a Jézus Krisztus volt a Mózeshez képest, vagy a Hermész Trismegisztoshoz képest. Tehát egy újabb lépcsőfokot lép vele, meg benne az emberiség. Ő is majd alig, ha nem december 25-én kell, hogy megszülessen, hogy az a tradíció, a fenyőünnep, meg a napszületése. Hát ezt Észak-Koreában megcsinálták. Az a pillanat, hát igen, de majd meglátjuk. Ott hozzáalakították az ő születését, igen, tudod, meg egyéb dolgokat ahhoz, hogy működjön a mitológiája. Kell egy pár évszázad ahhoz, hogy lássuk azt, hogy egy vallási tradíció mennyire sikeres. Tehát én még azért a Kim Jong-ilnek, meg a Kim Jong-unnak azért egy kis türelmi időt adnék, hogy azért bejön-e ez, vagy nem, vagy egész emberiségre, vagy kifejezetten az ő hadseregének az akciógrádiuszának a terére terjed a vallás. Ott viszont 100%-os a lefedettség, igen, tehát igen. Ott nincsen kételkedés. Ott nem maradt ki senki. Szóval, hogy arról van szó, hogy december 25-én kell majd születnie, mert a fenyőünnep át akar öröklődni. Mert túlerős mém, ahogyan fogalmaztál, mint a 13. havi nyugdíj, az, hogy mostanáig egyre rövidebbek voltak a napok, és mostantól egyre hosszabbak lesznek, már mint a nappalok. Emberek már be vannak oltva ezzel, hogy ott azért valamennyire egy áhítatot be tudnak fogadni. És bármi is ez a következő eljövetel, ugye nagyon sokak szerint az Jézus Krisztus maga, aki közöttünk él, és akkor majd eljön, és pontosan ekkor, ugye ezt a teológus barátod elmondta, amikor a Spirit FM-en beszélgettetek. Amikor vissza fog ez a valaki térni. Ez nézőpont kérdése, hogy ez maga lesz-e Jézus. Most totálisan a lényeg az, hogy hoz egy új gondolatot, egy új erkölcsöt, egy lépcsőfokot, ahogy te mondod. Igen, meg azt hiszem, hogy amiben ott hiány lesz, ő azt a hiányt tölti ki, és attól Jézus a Jézus, hogy azt a hiányt, ami az emberek szívében van, meg az emberi erkölcsben van, ő egy pont egy hiányt kitöltő Jézusnyi eljövetel. Hát aki az akkori hiányt kitöltő eljövetel lesz, az Jézus lesz, mert az mindig Jézus. És annak a hiánynak megfelelő cselekménnyel, tehát hogy legyen az a szenvedés vagy kereszt halál, ki tudja, hogy mi az a művelet, ami akkor éppen az emberiséget fel tudja ruházni annak az átélésével, ami nem volt benne, ami és hiányzik. Majd valami fontos dolgot kell csinálni a húsvétkor is, vagy egy utolsót kell vacsoráznia, hát, vagy meg kell halnia, vagy föl kell támadnia, de leginkább mindezeket. Azért, hogy a húsvét, azért, hogy a nyúl, azért, hogy a locsolás, azért, hogy a termékenység, a tojás tovább tudjon élni. Mert ezt tovább akar élni, és nyilvánvaló, hogy lesz egy sokkal nagyobb jelentés ennek, ahogyan a kereszt halál, meg a feltámadás is egy nagyobb jelentés, mint maga a termékenység. Lesz egy nagyobb jelentése, de annak a nagyobb jelentésnek a subája alatt majd szépen átöröklődik a termékenység. Egyébként nem csak ezek a mi általunk ismert külsőségek vannak a húsvét körül, nem is kell messze menni, Ausztria bizonyos tartományaiban húsvét, azt hiszem vasárnapján hatalmas mágiákat raknak, és így két-három szomszéd egy helyre, tehát nem mindenki egy nagyot, hanem összefognak, és így baromi jól néz ki, és akkor ők így többek közt így köszöntik, ez is nyilvánvalóan egy pogány leszármazék, ez a fajta tavaszköszöntés, de hogy még számtalan ilyet lehet találni valószínűleg Európában, északon, meg még Észak-Európában még többet, és ezeket egyszerre kisöpörni szerintem továbbra is lehetetlen. Az, hogy jön valami új, aki úgymond, hát nem is a Jézus helyébe lép, hanem mellé, mondjuk így, arról meg én azt gondolom, hogy a világ egy részének az ilyen Steve Jobs-szerű figura lesz, vagy valami hasonló, aki
nem azért, amit Steve Jobs adott nekünk, hanem olyan szinten csodált, meg még attól függetlenül is, amik azért kiderült róla sok negatív dolog is. De érted, mire gondolok, Nem hiszem, hogy egy technológiai kütyű lesz az, ami... Nem egy kütyű, én csak azt gondolom, hogy nem lehet ma már, tehát ha azt mondod, te csináltál egy csodát, senki nem hiszi el neked, és egyszerűen nem olyan korban élünk, amikor bármilyen csodára még tömegeket rá tudsz venni, illetve tömegekkel el tudod hintetni, hogy azt megcsináltad. Illetve... Mindenki azt fogja kiabálni, hogy Photoshop. Meg mindenki azt fogja mondani. CGI. Tehát az van, hogy egy csodát, ami 2000 évvel ezelőtt történt, azt elfogadunk, de egy csoda, ami ma, azt azért szkeptikusabban állunk sokkal. Valamilyen hírt kell hoznia egy cselekmény által, és lehet, hogy ez egy tudod, inkább egy alkotó, egy drámaíró, egy filmrendező lehet, vagy valakinek a valós sorsa, tehát akkor ez egy forradalmár, tehát hogy tudod, a mai kornak, a mai világvárosnak, vagy minek nevezzem ezt a globális városnak, világfalunak, a te idődben még olyan kicsi volt, de most már nagy. Információs sztrád, szupersztrád, köti össze ezt a falut. De világos, hogy ugye alkalmasnak kell lennie annak a történésnek arra, hogy a mai hírvivő képességünkkel ezt fogyasszuk, hogy tartós maradjon, tehát ne egy egynapos mémet tekintsünk meg, hanem úgy érezzük, hogy ez közel áll hozzánk, tehát valami nagyon nagy dolog dől le, vagy nagyon közel megy tönkre, ahhoz, hogy ugye tartósan odafigyelj. Azért ezt érezzük, hogy minél régebben, vagy minél messzebb történik valamilyen tragédia, annál inkább nem foglalkozunk vele. Lehet ez akár egy pandémia is, mert az, ami el tud jutni a szomszédodban, de közben a Kim Jong-ilnek a szomszédjában is történik ezzel párhuzamosan. Nem lehet, hogy azért nagyon erős mém ez, mert egész télen a csajok, meg a csávók is, de itt most a csajok a fontosabbak, mert ők a szebbik, nem. Ők hát ilyen hatalmas ruhákban, bundákban flangáltak mindenhol, mert hát ugye fáztak. Uh-huh. És amikor jön a tavasz, és egyre jobb az idő, ezek a ruhák lekerülnek, és ezek a csajok ilyen topokban, meg ilyen rövid szoknyákban, meg ilyen lenge blúzokban előkerülnek futkosnak. A kabriók. Igen, várjál. Az andálók. De hogy ez időtlen. Mert hogy arról van szó, hogy a civilizáció az mindig abban a zónában, nagyjából ahol Európa van, nagyjából ahol az Egyesült Államok van, ebben a zónában fejlődött ki. Tehát ettől északra már... túl mostohák a körülmények, ettől délre meg túl kedvezőek. Tehát ettől a zónától délre, hát hogy is mondjam, nem kell... Elég lehajolni a földre és fölvenni az ételt, megenni. Nagyjából, ahol megterem a rizs, kevés a startup. Igen, arról van szó, hogy nem kell... Hát így is lehet mondani. Nem kell tartanod a téltől. Ezért aztán nem kell kőházakat építened, nem kell civilizációt építened, mert nem fenyeget semmi, nem fenyeget, hogy jön a tél, elheverhetsz bárhol, és nagyjából életben maradsz. Tehát arról van szó, hogy ebben a zónában, ahol a civilizáció létesül, ebben a zónában tavasszal a nők levetkőznek. Mindenütt és minden időben. Tehát már 2000 éve, 3000 éve, 5000 éve is így volt, és nagyon jó eséllyel 2000 év múlva, 3000 év múlva, 5000 év múlva is így lesz, még akkor is, hogyha a globális klímaváltozás ezen változtat, legfeljebb éjszakabbra tolódik ez a zóna. Tehát fölcsúszik a globális klímaváltozás következtében. Hát, hogy előbb jön a tavasz. Éjszakabbra csúszik. Mm-hmm. Szóval, de akárhogy is lesz tavasz, és el fog jönni az a pillanat, amikor a civilizáció szívében a csajok levetkőznek. Ez időtlen. És úgy tűnik, hogy ezt ünneplik. Szezonálisabb, ezt akarja, mint hogy a csirkék újra elkezd, vagy a tyúkok elkezdenek igen, újra tolni. És ezt nem fogja, tudod, a szupermarket, a szupermarket, meg az ahhoz tartozó ellátottság, meg az ahhoz tartozó jólét, ezt a gerjedést, ezt a szexuális újjászületést, amit a tavasz hoz, ezt nem fogja leváltani. Ezt nem fogja felülírni. Legfeljebb csak akkor, ha az egész emberiség egy plázába költözik, ahol soha többé nem kell öltözködni, ahol egész évben húsvét lesz, és ezért aztán megszűnhet a húsvét. Ez az önkényes mérvadó Puzsér Róberttel, Horváth Oszkárral és Kovács 4 Zolival itt a Spirit FM-en.
Az SMS számom 0630 011 0725. Eddig húsvétoztunk, most pedig picit beszélgessünk a dokucsatornákról, ugye? Elvileg ma már ebben az és tavalyi évben is a nincs tévémezés, az már a nincs Facebook homozássá vált. De ismeritek azt a mémet, hogy egy valamire való végzett bölcsész az arra a kérdésre, hogy láttad-e tegnap a TV2-n a sztárom a páromban, azt fogja mondani, hogy nekem nincs tévém, de azon is a spektrumot nézném, ha volna. Na most az a kérdés, hogy valóban megáll-e még a spektrumot nézem, vagy a NatGeo-t nézem, vagy a Discovery-t nézem, mint mentség a televíziózásban. Tényleg dokucsatornákat kapunk-e? Rengeteg magyar nyelvű csatorna van, illetve rengeteg csatorna van most már elérhetetlen, több száz. A magyar esetén is 100 fölött kap szinkronos tartalmat magyar nyelven. Ezen belül dokumentum műsor csatornának mondja magát a Discovery összes alfaja, azaz a Discovery Science, a Discovery Turbo Extra, a Discovery HD Showcase, vagy Discovery Investigation. A NatGeo és az azon belüli társcsatornák, mint a NatGeo Wild, vagy a Spectrum és azon belül a Spectrum Home, ilyen a Fine Living, az Animal Planet, a TV Paprika, a Food Network, a TV2 Chef, tehát egy ez is ismeretterjesztő kategória. Nyilván más séf az már inkább szórakoztató lesz, de hát kiderül, hogy a többi is. Ilyen a Viasat History, a Viasat Explore, a Viasat Nature, ilyen a Travel Channel, a CBS Reality, a TLC, a legkeményebb Honeybubu csatorna, ugye hát, hogy mondjam, hogy a Monika Show helyett bármire szükségetek van, ami friss, akkor szerintem ott azonnal intravénással jön a annak megfelelő tükörtartalom. Ilyen a History Channel 1-2, ilyen a Fishing and Hunting, tehát hogy van ismeretterjesztő csatornánk horgászásra és vadászatra, a Da Vinci TV, a Diginnek a Life és a World programja, illetve a BBC Earth. Ennyi csatornából választhattok, ha csak arra szűrtök, hogy ismeretterjesztőt szeretnétek nézni. Nem is tudom, hogy elhangzott a Discovery Investigation, lehet, hogy bocsánat, mert az tematikusabbnál, tematikusabbak ezek már, de az kifejezetten egy szűk mesdjére állt rá. Mi lenne, hogyha kísérletet tennénk valamikor a műsor folyamán, hogy ezeket azért valamiféle módon ezeknek a relációját azt meghatározzuk. Tehát, hogy melyik ezek közül az, ami ilyen színvonalasabbnak nevezhető. Mondjuk nyilvánvalóan egyik se ennek a Carl Sagannak, vagy a David Attenborough-nak a nívója. Tehát most bármelyiket is választjuk ezek közül, az alul fogja múlni azt, amit mi igazán, hogy mondjam, klasszikus, legendás, példaértékű dokumentum filmes nívónak vagy referenciának gondolunk, de melyik az, amelyik ezek közül megközelíti ezt, és melyik az, amelyik ezek közül mélyen elmarad? Egyébként jó, hogy mondtad a Carl Sagant, mert az nagyon jól megmutatja, hogy hogyan és mekkorát változott ez a piac, vagy ez a kínálat. Hogyha megnézed a Carl Sagan kozmoszát, és megnézel egy mai kínálatból random választott, ott iszonyú nagy lesz a kontraszt. Tempóban, tartalomban, átadott információban, és igazából kicsit olyan, mint a mozinak a talán azzal analóg a változása, hogy hogyan lettek egyre gyorsabbak a vágások, az akciójelenetből már semmit nem látsz, nem is kell, hogy lássál, hogyan lett egyre több a CGI és a többi, ami van, ami benne jó, de főleg azért rossz, és itt is láthatunk egy ilyen változást, és egyébként Attenborough meg azért külön jó, mert mellé oda lehet tenni az ő negatív megfelelőjét ebben a világban, a Steve Irvine-t, legalábbis nekem ő az, aki ugye azt megcsinálta többek között, ő az ausztrál ilyen vadállat abuzáló, aki ugye volt egy jó néhány ugyanolyan ruhája, mindig abban volt, erről volt híres többek között, ez a klasszikus ilyen terep, rövidgatyás homok színű cucc. Cápasuttogó vagy? Cápasuttogó, minden volt ő, és aligátorsuttogó. Igen, rájasuttogó nem volt az nem annyira, és
ő többek között megcsinálta azt, hogy az Uluru nevű ilyen hatalmas vörös monolit hegység, vagy nem hegység, egy hegy, ami Ausztrália közepén van, amit a benszülötteknek több száz vagy több ezer éve ilyen szent helye, az annak egy meghatározott része, és ott van ahová egy ilyen... ők nem mennek. Ahova, hát nem nagyon. Gondolom. Oda temetik a varázslókat konkrétan, tehát a legszentebb embereiket, és de úgy, hogy azoknak a maradványait egy ilyen, van egy bemélyedés, ami olyasmi... Meghalnak a varázslóik? Elutaznak. És ja, ami, jó, itt marad belőlük, ami itt marad belőlük, azt egy ilyen polcszerűségre teszik ott, ami nem egy ez egy természetes polc, tehát egy hatalmas rés ezen a sziklán, és amikor ő ezt tiszteletteljesen suttogva magyarázza, hogy ott vannak bent, és közben egyszer csak vált a kép, és látszik, hogy belülről mutatják őt. Tehát a koponyák mögül. Tehát ott van minden varázsló, plusz egy operatőr. Plusz egy operatőr. Tehát, meg, hogy meg valaki lámpával. Ez a faszi amúgy sem volt sose kedvencem, de amikor ezt láttam tőle, akkor azt hiszem elérte önmagam. Nekem ez a túlélő csávó is ugyanebben a műfajban indult, tehát nem tudom tisztelni. És még az Irvine-t egy picit pocskondiáznám, tehát őről lehet tudni. Belgrillszről beszélek. Hogy őről lehet tudni, hogy három állattal szokott volt forgatni. Egy, amit lehet messziről venni, hogy nagyon siet. Egy, amit viszonylag közelről, az általában egy lába vagy valamilyen meg van kötve, tehát a gyors nitteket fel lehet vele venni többször, és van egy, ami egy kicsit vagy nagyon éhes, vagy nagyon fáradt, valami baj, épp ezért lassabb, és épp ezért lehet vele közelről is dolgozni. Tehát borzasztó ez. Miközben Attenborough-nál meg előfordult az még a 70-es évek végén, 80-as évek elején némelyik filmében, hogy magyarázt, hogy this little creature, és akkor vártok, és akkor végül mondta, hogy hát sajnos nem jött elő. Tehát, hogy még csak nem is láttad, mert hogy ő oda ment, ahol ez él, elmagyarázta, hogy nagyon óvatos, és hát nem jött ki. Jó, a Robinak állandó fájdalma ez, amikor egy ilyen narratívát kreálnak néhány felvett kölyökállatsnitből, amit helikopterről leforgatnak Afrikában, és akkor csinálnak egy ilyen sztorit. Meg nevet is adnak neki. Nevet adnak, és akkor tudod, Sandra az oroszlány lány, és Brandon a kölyök gnú története, aki a Brandon akkor még nem tudja, hogy hát ez egy végzetes nap. A műsorszám termékelhelyezést tartalmaz. Vagy nem? Tudod, és akkor mindezt nézed a NatGeo Wydon, és akkor rakjad mellé a David Attenborough-t, tudod? És a kontraszt akkora, hogyha beleesel, akkor szétszúzod magad. Egyébként ez az egész, nem is lenne amúgy szerintem ezzel gond, mert elfér. Tehát ne kapcsolj oda. Egy picit akkor van gond, mikor azt gondolják emberek, és főleg az ilyen még trógerebb változatairól, ahol már Pimp My Motorcsónak, és az is dokumentumnak van eladva, dokumentumfilmnek, tényleg volt ilyen, hogy ők dokucsatornát néznek, meg dokutartalmat. Ez olyan, mint amikor valaki fitboxozik, és elhiszi, hogy tud boxolni, vagy tényleg egy ilyen zumba kempó órák után biztos abban, hogy ő meg tudja magát védeni. Nem, másra jó. Tehát az semmi baj, hogy szórakozol azon a tartalma. Le fogja rúgni a Raident meg a Sub-Zero-t. Igen, pontosan. Ugrópörgővel. Tehát, hogy azt mondom, hogy nem okoz ez akkora nagy kárt nekünk, de ha valaki tényleg azt hiszi, hogy ez egyfajta tudásátadás, akkor ott van némi tévedés. De már onnan dokú valami, hogy nem színészek játszanak benne. Ezek szerint akkor az Éjjel-nappal Budapest az egy dokumentum sorozat. Nem arról van szó, és a barátok... hogy ez hitelesít, ez a dokumentum formátum hitelesít a mai ember szemében. És a mai ember, hogyha lát egy ilyen David Attenborough-szerű figurát, tehát egyáltalán csak abban a szerepben lát valakit, mint a David Attenborough. Nem a David Attenborough vált hitelessé, hanem az a szerep, az a beszédmód, hogy most itt vagyunk, és megmutatjuk csak önöknek. Tudod, ezt Magyarországon, a magyar nyelvű televíziózásban úgy gondolom, hogy a Frey Tamás züllesztette a legmélyebbre. De csak ezt ő gazdag embereket mutogatott közelről, és azok nem szaladtak el, mert óvatosan nem közel. Az élmény ugyanaz volt. A tenisz kommentátorok tudják még doku ezt. Doku élmény volt, és arról szólt, hogy én eljöttem ide, és elhoztam a kamerát most csak önöknek, innen közvetlen közelről, a jachtról megmutatjuk azt, hogy milyen. Tehát itt a hitelesség élmény, amit átad, és valójában az emberek nem tudják ténylegesen megkülönböztetni a David Attenborough-t
tudod, a Nat Geo Wild-nak az akármelyik kommentátorától, vagy akármelyik műsorvezetőjétől, hanem az az élményük lesz, hogy az, aki ilyen módon elvisz minket és beavat minket, és ezekkel a filmes eszközökkel, és ezekkel a plánokkal, meg ezzel a beszédmóddal, meg ezzel a feldolgozással, meg azzal az alá úsztatott zenével, amivel már a David Attenborough-t megszoktuk és megtanultuk, hogy ez a hiteles, ez a dokutelevíziózás, ez a ténycsatorna, tudod, ezek valós, és itt beavatás élményt kapsz. Tudod, és a probléma az, hogy valójában ebben ismerik fel az emberek a valóságot, a realitást, és ezért aztán nem fogják tudni megkülönböztetni a hiteles dokumentumfilmet ezektől a szórakoztató natural reality-től, mert valójában, tudod, Sandra az oroszlánlány és Brandon a kölyök gnú, ez egy reality. Ők egy reality-t gyártanak a természetfilmből. Meghamisítják a természetfilmet, hazudnak egy nagyot, és már is nem a David Attenborough meg az evolúció áll a középpontban, hanem ez a szélhámos, aki kiadja magát David Attenborough-nak, valamint a Sandra, amint Brandonnak a torkába mélyezti a fogait, és Brandon meg rugdalózik, és próbál menekülni, de semmi esélye nincs. Ugyanaz az igény termelte ki ezt is, ami és ismét a mozihoz, vagy a egyéb tévé programokhoz tudom arányítani, ami kitermelte az egyébként általunk amúgy sem kedvelt dolgokat. Tehát az, hogy a Spektrum, ami az egyik legkorábbi Magyarországon elérhető dokumentumcsatorna, az még mindig egy jelentős részt tehát a tartalom nagy része még mindig próbál ez a tradicionális dokumentum film műfajhoz ragaszkodni, de már azért ő is nehezen tud. Kivéve talán a Luxusok Luxusa, a Minden pénzt megér, a Ne próbáld ki otthon, és a beépített főnök. Pontosan, de nem csak, és még van egy fickó, aki minden részben megmaradja magát valamilyen állattal, tehát ő ez a Bite Me, valami hasonló címe. Tehát nem, ez igen, olyan, mint a Falt fel Amerikát, csak ez pontosan, az Amerika faljon fel engem. Akkor. Igen. Ő minden, ő járja a világot, Ausztráliától kezdve mindenhol mérges dolgokkal haraptatja meg magát, és ez sem feltétlenül doku, viszont azért még szerencsére ott mindig megvan a legutolsó Attenborough is, ahol meg úgy történik a történet mesélésnek a előkészítés, hogy hónapokig vannak kihelyezve a kamerák, és ezt lehet tudni, mert meg lehet nézni itt meg ott a behind the scenes felvételeket, hogy nem tudom hány hónapig dolgoznak mozgásérzékelős kihelyezett kamerákkal, meg éjjellátó kamerákkal, mert nem azt csinálják, mint ezeknek a legrosszabb változata, ismét csak visszautalni tudok az Irvine-ra, vagy meg hát vannak még páran, hogy befogjuk, meg eleve meg van ilyen állatunk raktáron, és akkor gyakorlatilag kényszer színésztet színésztetjük szerencsétleneket. Szóval ők még próbálkoznak. Az az érzésem, hogy miután a reklámokkal teletűzdelt és a figyelmet erőszakosan megtartani próbáló televíziózásnak egyszerűen egy inger küszöböt meg kell ütnie, ezért van az, hogy ami még természetfilm, ami még valóban dokumentum film sorozat vagy epizód, az is kénytelen olyan eszközökhöz nyúlni, amellyel a 15 perc után következő reklámblokkról még talán visszajössz. Azzal az igényességgel, amellyel egy ilyen, mint egy IMAX természetfilm, tehát beülsz a moziba, és 2 órán keresztül nézed az óriás vásznon, nincs ott a veszélye, hogy te át fogsz kapcsolni egy másik csatornára, mélyebben bele lehet menni, lehet drámai, lehet intim. Ezzel az előfizetéses televíziózás operálhat, ezért valószínűnek tartom, hogy az igazán igényes dokumentumsorozatok olyan, mint a Making a Murderer, vagy olyan, mint a David Attenborough alkotásai átvándoroltak a Netflixre. Mondanám szívesen az HBO-t is, de hát ebben a szezonban az HBO-n olyan propagandista alkotásokkal tudunk éppen foglalkozni. Nyilván tudnánk mással is, de ami miatt azt mondom, hogy nem tudok elmorzsolni egy könycseppet, hogy az HBO dokumentum sorozatokat készít. Furcsa is ez az HBO és a dokumentum sorozat szókapcsolat. Tehát, hogy ezek valójában ezek propagandafilmek, amiket dokumentumfilmeknek vannak láttatva, az összefüggés helyére lép az akció. Ugye erről van szó, ez történik. A David Attenborough az mindig
hogyha megszólalt, megjelent, vagy bármiről elkezdett magyarázni, ott egy összefüggésre akart rávilágítani, és ha akció volt, mert azért volt egy csomó akció a David Attenborough dokumentumfilmjeiben, az mindig ezt az összefüggést illusztrálta. Na most, akkor, amikor a Steve Irwin, vagy az ő hozzá hasonló ilyen hitvány David Attenborough alakmások, ilyen szerepmások, akik David Attenborough-nak adják ki magukat a tényleges David Attenborough-ság nélkül, ők már semmilyen összefüggésről nem beszélnek, hanem önmagában az akciót kínálják fel neked, mint adrenalin fűtötte szórakoztatást. Nem csak természetfilmekről beszélünk. Én azt gondolom, a pusztán cím, vagy akár látás alapján, hogy vannak olyan dokumentumműsor sorozatok ezeken a felsorolt csatornákon, amelyek szerintem érdekesek. Szerintem lenyűgöző, ahogyan készült például. Nincs benne egy kamu történet, a gépészet és a sorozatgyártás és a mérnöki tudásnak az érdekességeibe visz be, pont annyira annyi felkészülést igényel ez, mint a bármelyik természetfilm. Biológiából. Gyermeki kíváncsiság kielégítése. Vagy ilyen mondjuk egy ilyen farmmentők, tudod, hogy bármilyen városi állatmentés, uh-huh. vagy világos, hogy a farmon az állatok azért vannak, hogy megegyük őket. De ennek ellenére közel hoz az ilyen nagyállat orvosláshoz mondjuk, ami által... Talán a lovak. Azért vannak olyan, vannak nem csak a lovak, hát ott vannak a tehenek, amiket fejünk, ott vannak a tyúkok, amiknek megesszük a tojását, nem érdemes levágni. Nem feltétlenül kell megszabálni őket. És akkor ott van tudod, annak a juhok, amelyeket nyírunk, és dehogy vágunk le, hát úristen, sokkal nagyobb pénz van benne, hogyha nyírjuk. Azt írja a hallgató, sziasztok, az utóbbi években pedig legjobban az úgynevezett true crime dokumentum műfaj pörög, B-kategóriás rémizgetésekkel elmesélve, ne adj Isten, dramatizált jelenetekkel hozzáforgatva. Megint csak ugyanarról van szó, hogy itt a, tudod, Sandra az oroszlán lány szerepébe a pszichopata sorozatgyilkos lép, Brandon a kölyök gnú szerepébe pedig az áldozat lép, és valójában ugyanazt a történetet meséljük el, mert az élmény tök ugyanaz valójában, azonosuljunk Brandonnal, és éljük át a rettenetes fenyegetést, és akkor ez egy félelem, akkor ez egy horror élmény. Tovább megyek. Eddig a Discovery-ről szemezgettem. A Nat Geo-n mondjuk a második világháború végórái, vagy Anna Frank, vagy a Kótörő, aki megiklette Hitlert, ezek világos, ez a történelmi sorozatok. Meghekkelte. Nagyon jó kis film amúgy. Aztán mondjuk ez már megint más kokain reptér, ez nálam határeset, tehát ez, uh-huh. ez ugye bűnügyi, de mégsem ugyanaz az ordenáréság, mint amikor ilyen ballonkabátos fejvadász házaspárok mennek a rendőrökkel komandósat játszani és elfogni körözött bűnözőket füles alapján. Aztán gyárlátogatás a spektrumon, vagy ausztrál vadállatbefogók nyomában, az On The Spot is a spektrumon megy, a földtitkai összefüggő óceán, tehát ilyenekből szerintem tudást meríthetsz, persze nyilván attól függ, hogy milyen a narrációja. És ezeknek a műsoroknak van egy árnyékos párja. És van egy nagyon jó példa arra, hogy hogyan lehet átültetni a mai embernek is a figyelmét lekötve azt a tartalmat, amit például Carl Sagan adott annak idén, illetve valamelyes még a stílust is. Az egyik egyébként gyerekkorában rajongója, Neil deGrasse Tyson kiskorában találkozott személyesen vele, és az olyan, tehát amúgy is rajongója volt Carl Sagan, ugye asztrofizikus, meg író, meg csillagász, és a többi. És ő is az lett egyébként, a Neil deGrasse Tyson, asztrofizikus lett, és fizikus lett, és annyira nagy tisztelője a Sagan életművének, hogy a Kozmos nem újraforgatta, de csinált egy olyan Kozmos sorozatot, ami sokkal rövidebb egy-egy epizód, a mai embernek fogyaszthatóbb, látványos, mégis hozza azt a színvonalat, és teljesen nélkülözi ezt az előbb már kivesézett ilyen akcióra épülő figyelemlekötést. Tehát ő meg tudta ugrani
nem nincs egyedül, de ez egy nagyon jó példa szerintem, amit ő csinált a 70-es évek végi Kozmosz sorozattal. Figyelj, én elhiszem, hogy a kódtörő, aki meghekkelte Hitlert, az egy jó doku. Az tényleg jó. De már a címe clickbait. De annyira abszolút primitív a címe, hogy az már, hogy ebben már kifejeződik, tudod, mindaz, amiről beszélünk. Hogy hogyan hamisítják meg az ismeretterjesztést, tudod, meghekkelte Hitlert. Nyilvánvalóan a Wehrmachtnak ott volt egy kódja, valamilyen te láttad, te tudod. Titkosítási módszerét. Igen, és akkor meg meghekkelték a Wehrmachtnak a kódját. De így mondjuk, hogy meghekkelte a Wehrmachtnak a kódját, hát nem fognak oda kattintani. Tudod, meghekkelte Hitlert. Igen. Tudod, meghekkelte Hitlert. És akkor ebben, ahogyan ezt így kifejezzük, hát mondhatta volna a David Attenborough is azt, ahelyett, hogy élet a Földön, ahelyett mondhatott volna valami vonzóbb hülyeséget, amire többen kattintanak. Egyébként? De tudod, attól dokumentumfilm, hogy nem mondok vonzó hülyeséget, akkor majd legfeljebb nem kattintasz. Ez a hitelességnek a rovására megy. Az a címe, hogy Enigma, akkor kinézi igen. meg. Ah, nem szeretem a zenéjét, tudod. Mindig bealszok rá. Egyébként ez nem tudom, hogy szeretétek, de Attenborough az egész életműve ilyen 8-10 szóból megvan az összes cím, amit ő valaha adott. Tehát a bolygó, élő, élet, tehát van egy pár szó, azokból így ki lehet rakni a teljes Attenborough életművet, ami egyébként nem baj. Sziasztok, Nóri vagyok Kelenföldről, és azt szeretném kérni, hogy játszatok valamit a Puskás Petitől. Nóri, büszkén nem teljesítjük a kívánságodat. Az a helyzet, hogy csak igényes zenét játszunk. Ez az Önkényes Mérvadó a Spirit FM-en. Nem szolgálunk, formálunk. Doku filmek, doku sorozatok és doku csatornák a témánk. 0630 011 0725 az SMS számunk. Nézzünk már pár kedves emléket akkor, ha már felsoroltuk a csatornákat, beszéltünk egy-két jó példáról. Talán megemlítettük, hogy a múltban, vagy esetleg a Netflixen érdemes túrni jó dolgokat, de mi megy most a tévében? Olyan műsorokat fogok mondani, amikről az az érzésem, hogy nem dokumentumsorozatot nézek, vagy nem ugyanazzal az igényességgel készülnek. A Discovery-n például az Autókereskedők, a Brit Kincsvadász, Aranyláz a Bering-tengeren, Szállítmániákusok, gyűjtögetők, imádják most ezeket a garázsosokat. Minden csatornára jut egy ilyen garázsos licit megvan, amikor vesznek egy dobozt, nem nyithatják ki, de adnak érte, mit tudom, $2000, és akkor vagy szomorúan hazakullognak, vagy találnak benne így a film kedvéért értékesnek mondott ilyen nyomorult ócska régiséget, amit lehet, hogy kap érte $100, de 2000-et fizetett egy ilyen koszos, elázott dobozért. És amit még Utahban bizonyos helyeken még használnak egyébként, jaj. Nem is olyan öreg. Dízeltesók, csupasz túlélők, milliárdos árruhában, ez ugye nyilván a beépített főnöknek a testvére, csak ez a Discovery-n van, az meg a Spektrumon. A túlélés törvényei és Barbie Bear Grylls-től, akinek ugye neki szerintem nem három állat volt a rendelkezésére bocsátva, mint a te kedvenced Steve Irvine-nál, hanem három kameraszög. Az egyikben az autópályán félreálltak, és az autópálya melletti pusztaságban mutatták, ahogy túlél. A másik az pedig... De még éppen egyszeren... nem látszottak a melegen tartó edények a stávnak. Igen, igen, meg a ötcsillagos szálloda. De ő az, aki medvéket grillez? Vagy a medve jó grillezve? Nem, nincs ilyen. Értem a poént, de nem szeretem. Én úgy tudtam, hogy Jude Law maga egy zsidó törvény. Igen, hát sajnos ez Ez egy másik adás lesz szerintem majd. De értem, hogy... De megrendezzük egyáltalán ezt az adást valaha? Mert mindig tudom, csak ígéritek, hogy majd lesz egy ilyen adás, de sosem jön el. Én is szeretnék ott lenni. Szerintem lehet jelentést találni színészek neveiben. Én azt mondanám, hogy továbbra is 0630 011 0725. Jöhet még ilyen is, mint a Bear Grylls és a Jude Law. Mi erre is kíváncsiak vagyunk. A Nat Geo mindeközben dühöngő elemek, drogháborúk, Hiroshima képei... Nagyon jó hangzik. Remélem sorozat. Pedig jó ötletnek tűnt, ez nyilván ez a... Ez kb. YouTube válogatás. A pedig jó ötletnek tűnt, az igen, az egy a ilyen... pedig jó ötletnek tűnt, az a Weekly Fail. Meg ilyen Darwin díj összefoglaló igen. lehet általában. Kb. Ilyen Weekly Fail. Igen. Légi katasztrófák. Hát ez attól függ, miket tervezel, hogy vagy jó nézni, vagy nem. Tehát inkább nem. Ne próbáld ki otthon.
nyilván luxusok luxusa. Ne próbáld ki otthon meg, szerintem pont ez az a másik, a YouTube-os, már nem is tudom, mi volt a címe, ezek olyanokat szoktak belerakni, ebből láttam egy ilyen snippeteket, tényleg 5-5 perceket, hogy elmagyarázzák, hogy gravitáció, meg hasonló dolgokat. Tehát, hogy valahogy így, hogy mégis mi doku vagyunk, ezt próbálják így elbábozni, de nagyon-nagyon... De mini show. Igen, olyan, mintha a technika csomagban, a második osztályos technika csomagban próbálnád becsempészni, hogy azért itt azért komoly dolgokról lesz szó majd hatodikban, majd meglátod. Én is mondanék egy-két ilyen kedvencemet, amit utálok. Ugye már említett ez a Bite Me with Dr. Mike. Dr. Mike. Igen. Doktor, ne, egyáltalán itt ízlelgessük először is ezt a mondást, hogy Bite Me. És utána rakjuk mellé ezt, hogy Dr. Mike. Dr. Misi. Tehát ő így hivatja magát, hogy Dr. Mike. Ennyire kell komolyan venni. Ennyire doktor. Tudod, hogyha valaki elvégez egy egyetemet, mondjuk 5 éven keresztül, és utána, még hogyha orvos akar lenni, akkor utána még neki szakvizsgát kell tennie, tehát akkor az még egy 2 vagy 3 év. 3, 5, 7, 9, 10. Igen, tudja, tehát arról van szó, hogyha valaki mondjuk 8 éven keresztül jár egyetemre, az lehet, hogy már nem Dr. Mike-nak fogja szólítatni magát, hanem mondjuk a vezetékneve elé rakja azt, hogy doktor. Cucu főorvos. Pityu tábornok úrnak jelentem. Igen. De azonnal, igen. Hogy úgy azonnal voltunk, érvényét veszti voltunk, a komolyság. Ha valaki úgy mutatkozik be, hogy maci vagyok, az valószínűleg taxis és nem orvos. Tudod? Vagy előadó művész, ser imitátor valahol. Igen, és lehetséges, hogy a Bite Me-t is érdemes ugyanezzel az igénnyel elemezni. Ugye ő az, aki megmaradja magát mindenféle állatokkal, ő Dr. Mike. Igen, ő ezt tudja, tehát ez az a képessége egyébként, hogy őt meg tudják harapni. Egy biztos, hogy nagyon sok ember nem tudja utána csinálni, mert nem akarja. Hát meg 3 Michael dolgoznak. Van közül egy nagyon fürge, azt nem tudják megharapni, mert el sohan a doktor Michael, sőt, Mr. Michael doktor. És akkor van a kicsit bódult, sebeslábú doktor Michael, ő minden már meg tudja harapni, mert annyira bamba. Vele forgatnak. Mit utálsz még, Zoli? Igen, azt gondoltam, inkább átváltok arra, hogy mit szeretek, nem mondjak olyanokat? Ne, siessünk. Még ne siessünk ennyire. Én próbálok a Netflixnek adni egy ilyen jó gúnyát, hogy azt ott talán érdemes ezeket nézni, de azt látom, hogy ott megy egy Unsolved Mysteries, ez szerintem egy új sorozat, de a 90-es években volt egy elképesztően rettenetes ilyen előfutár, ilyen Unsolved Mysteries. Hát ez kicsit a Reader's Digest. Abszolút olyan volt, meg mint a Hallmark csatornán bármi. Meg ugye az a, akik képeslapgyártással, ilyen névnapi köszöntőkártyagyártással és televízió műsorkészítéssel egyszerre foglalkozik, és én abban nem nézek ki sok jót. Az igazság, hogy a tévéfilm az teljesen kifutott. Még a Hallmark Channel az, ami őrzi ezt a formátumot, hogy tévéfilm. Hagyományőrző. Televízió, tudod, televízióra gyártott film. Ilyen nem nagyon van már máshol. A könyv megfelelője volt ez a 90-es években, a vasútállomásokon főleg árult ilyen, a világ legnagyobb UFO esetei, vagy legdurvább, vagy legszörnyűbb UFO esetei, a világ legszörnyűbb gyilkosságai. Nem ismeritek ezeket a látásból legalább futólag, ezek ilyen vastag, a borító után rögtön első oldal, tehát rögtön nincs túl sok köszönetnyilvánítás, meg hasonló ilyen felvezető. De hasonlónak érzem én a harmadik évezred magazint, vagy ami egy picit ilyen tudományos szerű, de azért jó sok ilyen UFO elmélet van benne valahogy. Igazából csak olyan. Tehát, hogy igen, megengeded azt, hogy nem csak az van benne, de valójában szinte csak az. Na most ez az egyik, ami felől kétkedem, meg egyébként talán a Social Dilemma volt az a film, amiről beszélhettünk itt is, de hogy félig már egy hollywoodi filmet nézel, és félig dokut, és... Igen, igényesen volt elkészítve. Igényes volt, de valahogy számomra nem volt annyira megnyerő. Guilty Pleasure nekem nekem a Bite Me lesz az, ahogy hazamegyek, most szólok Dr. Michael. És ezt régebben néztem, már jó ideje, nem ez a
Ancient UFO-t, mi volt a magyar címe? Ősi idegenek, ami minden részben bebizonyította, hogy az adott kultúrát idegenek alapították, de igazából, ha minden részt megnéztél, akkor össze tudtad rakni, hogy itt-ott egymással is szemben mennek ezek az elméletek. Hogy azok az idegenek ismerték egymást, és tehát ugye, nem idegenek. És amikor Ausztráliában talált ilyenekre nyomot, akkor az ott ausztrélienek voltak. Beszálltam! Ja, hogy megjöttél a szóvic bűnözésről. Igen, mindenképp szerettem volna. Szárnyába a börtönünknek? Itt alien. Gratulálok az érkezésedhez. Van még rossz példánk, mert jókat még tudok mondani. Rossz példa. Én nem szeretem a kutyasuttogós fickót. És meg, azt, meg ez, ezt az egész hülyeséget, ami körülötte van, megmondom őszintén. Igen. Na, többet tudok róla a South Parkból egyébként, mint a saját műsoraiból. Kutyák, lovak és a suttogtatás nem tud gyógyítani? Téged ez nem jutottam meg? El idáig. Én, mint kiderült, én a bútorsottogásra álltam volna rá egy időben, de az sem sokkal jobban tudom, vagy azt sem tudom sokkal jobban, mint... Tudsz bútorokat idomítani? Igazából csak Narnia cipelni, de az sem olyan van, profil. Gondok. Igen, ott már többféle dolgot kell tudni. Kinyitott, van benne egy oroszlán, de nem adnak hozzá Steve Irvine-t. Jó, Robi, legrosszabb dokumentum élménye, bármi, amit így előtt... Én nem nagyon szeretem ezeket a doku filmeket, mert az az igazság, hogy én nem tudok ennek már hinni. Tudod, és nem szeretem azt, amikor ismeretterjesztés címszóval szórakoztatnak. Tudod, ezt az infotainmentet. Infotainment. Ami egyébként a Steve Irvine is infotainment, meg a Tények a TV2-n is infotainment, mert ma már minden, tudod, szóval azt szeretem, hogyha szóra... Ez a műsor nem infotainment, Robi? Tehát mi is igyekszünk egy legalább annyira szórakoztatóak lenni, miközben nyilván tartalmilag maradunk el, mert most vagy ordenáréskodunk és kakipisi vicceket sütögetünk, és nagyon sokan hallgatnak, vagy hajnali háromkor a Bartók Rádión van lehetőségünk kielemezni az 1740 és 45 közötti csellókészítőknek az önéletrajzát. Egy valami biztos, hogy mi nem azzal az igénnyel szólalunk meg a rádióban, hogy aki minket hallgat, az hasznos információkhoz jut. Tehát mi nem azzal házalunk, hogy ismerd meg ezt a nagyon érdekes valóságot. Mi majd megmutatjuk neked. Mi nem ezzel. Mi a magunk szubjektív benyomásait, a magunk szubjektív érzéseit, a magunk viszonyulását, meg a különböző értelmezéseinknek az eltérését próbáljuk itt az adásban feloldani, különböző viták, meg diskurzusok folyamán. Tehát én nem hiszem azt, hogy mi itt azzal házalunk, hogy megmutatjuk neked ezt az érdekes, izgalmas, sokszínű világot. Amit a Steve Irvine mond, vagy Irvine mond, vagy amit a tényekben előadnak, az valami egészen más. Ők azt mondják, hogy mi azért jöttünk, hogy informáljunk, de közben szórakoztatnak. Na itt lehet összekeverni, és ebből lehet igazából gond, hogy hát vagy verve, és ha azt hiszed, hogy tényleg te kempózol, miközben ez zumba. A tájékozottság magabiztossá tesz. Tudumcs! Úgy. Ez lenne az új népszabadság szlogen a végén a poén dobban. Én meghoznám a kedved egy pár jó dobóval, ha pici esélyt adsz ennek. Igen. Nekem nagy kedvencem a mostani felhozatalból, és kifejezetten szórakoztató emellett, de mégsem rossz, hanem jó a jó kategóriában, akkor a New York császárai, ami 4 vagy 5 olyan trógerről rántja le a leplet, de tényalapon, akik közül egyébként az egyik a Trump, ezt imádni fogod, hogy a 80-as években, amikor ő meg még 4 másik uralta gyakorlatilag New Yorknak a közéletét, akkor egyrészt hogyan és milyen mocskos trükkökkel érte el azt, amit aztán elér. De nem csak ő, mert mondom, megvannak a kis barátai. Többek közt egyébként az egyik szereplő a Rudy Giuliani, vagy az egyik téma a New York császárai közül. Ő az egyik, aki amellett, hogy főügyész volt, aztán meg polgármester is New Yorkban, emellett igazából eléggé nyomta a saját szereplését. Tehát ő neki erősen volt azért célja, hogy elérjen dolgokat, hogy aztán azért híres legyen. És tehát New York császára jegyezzük meg. És ez a spektrum sorozat. Abszolút. Nektek megvan
a Visszajövőbe 2-ből, a BIF, abban, aha, az alternatív, abban az egy alternatív realitásban, abban az alternatív realitásban, ahol ő a sportalmanakból már, már a jövőben bekövetkező eredményeket kiolvasta, és azokkal egy hatalmas vagyonra tetszett. És felhőkarcoló milliárdos. És rettenetes a haja. Ez a BIF a Visszajövőbe 2 alternatív jelenében, alternatív 1985-ében, ez maga Donald Trump. És helye. Nem csak ott. De játszik csak benne, nem? Abban nem. Nincs egy kameója a Trumpnak? Nem. A Reszkesetek betörők 2-ben van. Abban szerepel, és az kötelező volt belerakni, mert a Plaza Hotelben forgattak, és így ezt ő elvárta, vagy kérte, mert hogy az övé. Amúgy egy érdekes, kevésbé ismert talán, hogy a Szörnyes Kék 2, ami szintén nyúlva, a Daniel Klump tornyában játszódik az egész, és Daniel Klumpról kiderül, hogy az óraértelmezése sem biztos, hogy megy neki. Ezen a ponton szúrnám le, hogy ez a amerikai elnöknek alkalmas is lesz. Ez a két film, ez ugyanabban a városban játszódik. Tehát, hogy a Szörnyecskék főtere, az ugyanaz a film set, ugyanaz a díszlet, mint a Visszajövőbe főtere. Igen, azt újrahasznosították. Az abszolút, persze, ez a kaliforniai kisváros kattanása megvan ugye Spielbergnek, és mindkét filmben Hill Valley-nek hívják, a másikban, mit tudom, viszont ugyanaz a díszlet. Viszont már a második rész, az már a Daniel Klump toronyház, az már New Yorkban van, tehát az abszolút passzol. Még gyorsan akkor mondanék neked olyanokat, ami szerintem nem fogod megbánni, megnézni. Gépek a Holdon. Ez egy olyan sorozat, ami arról szól, azokról az eszközökről, és főleg azokról, akik kifejlesztették, ami ahhoz kellett, hogy a Holdra szállás megtörténhessen. De a szkafandertől kezdve a Holdra szálló egység. Tehát akinek ilyesmi irányú kattanása van, ez egy csodálatos. Egy dolgot csak emelnék ki belőle, például a Dr. Pú nevű, becenevű mérnök urat, akinek a feladata volt az üdítőrendszer fejlesztése, és aki olyan problémákkal küzdött. Dr. Mike-nak a kollégája lehet. De nem, mert ő egy mérnök volt, aki ez beceneve volt, hogy Dr. Pooh, mert hogy ezzel a rendszerrel foglalkozott éveken át, és egy olyan problémába futott bele többek közt, hogy a három méretű, egyébként óvszer elősen hasonlító eszköz, ugye az adapter a férfiaknak, abból a kicsi, közepes és nagy méret volt, és valamiért közepest és nagyot választott mindenki, és nem mindig passzolt, és akkor ebből voltak gondok, és ugyanazt a három méretet megtartva átnevezte a három méretet nagy, gigantó és brontó méretekre, és innentől kezdve a probléma megoldódott. Ezt soha nem tudtam volna meg, hogyha nem nézem meg ezt a dokumentum sorozatot, nagyon ajánlom. És hova került egyébként a szennyvíz? Ez a szkafanderről beszélünk most, ez annak a rendszere. Ennek meg volt ott egyébként különböző, tehát gyorsan akartam mondani, vákummal megoldott elszippantási módszere, illetve tárolása. Tehát kit volt elába? Nézd meg, tudom ajánlani. Vagy próbáld ki. Aztán ugyanígy a kicsit az ilyen repülés, meg a technika megszállítjainak, mind a Boeingről, mind a Concordról, mint repülőgépekről, olyan dokumentumfilmekben bele lehet futni mostanában, ami tényleg érdekes technikai részletekbe beavatnak. Tehát nem egy 45-50 perces nosztalgiázás, hogy de szép volt a Concorde, meg nem is egy korabeli promóanyag, hogy milyen jó lenne azzal repülni, hanem azok az emberek, akik ott küzdöttek a szélcsatornában, meg tönkrementek a házasságok, mert állandóan túlóráztak, mert imádtak ezen dolgozni, azok beszélnek arról, hogy hogyan alakult ki az az alak, ami végül hogy nem a Tupoljev cégnél, és pont kiszámolták, és pont ugyanaz lett. Érdekes, hogy egyébként az emberiség meghaladta önmaga korlátait, ugye, létrehozott egy szuperszónikus személyszállító repülőgépet. Majd pár évtized alatt kiderült, hogy ez nem jó üzlet, annyira drága ezzel embereket szállítani, hogy már az elit sem hajlandó megfizetni, hogy ezzel közlekedhessen. Nem csak ezt. És világos, hogy a biztonságunkért sem fizetünk annyit, meg a helyért sem fizetünk annyit. Nyilván kevés a hely a repülőgépen, de 30 centivel több lenne, akkor bizony mondjuk nem 150 és 250 és mondjuk 400 ezer forint között lenne egy repülőjegy, hanem 300 és 1 millió 200 ezer között a turista osztályon. Mindenki maradna otthon, vagy így esetleg kibiciklizném Budakeszére. A britek azért hozták létre ezt, mert úgy gondolták, hogy van a földbolygónak egy akkora elitje, ami legalább heti két járatot,
az Egyesült Államok keleti partja, meg London, mondjuk London, illetve Párizs között. Brit-francia együttműködés volt, igen, is igen. Az E betűvel egy kétféle, kis... Itt kétféle volt, volt Air France-os, meg volt British Airways. Amerika, London, Párizs. Szóval arról... Maga kérem, nem normális volt egy ilyen versike. Eddig érzem. Pont a desztinációkat tartalmazza. Szóval, milyen érdekes, kinek állhatott ez érdekében? Szóval arról van szó, hogy két óra alatt eljuthatsz Londonból vagy Párizsból New Yorkba, illetve viszont. És ráadásul az időeltolódás miatt olyan jól jön ki, hogy felszállsz, azt hiszem olyan fél tíz körül szállsz föl Londonban, és kicsit korábban szállsz le New Yorkban. Mm. Tehát még egy munkanapot meg lehet, volt, aki így ingázott. Én úgy tudom, hogy Phil Collins két koncertet tartott egy azon este az Egyesült Államok keleti partján. Igen, az egyik Live Aid, vagy a nagy Live Aid rendezvényen fellépett New Yorkban is, és Londonban szóval, is. Hogy arról van szó, bocsa, hogy... a London-Párizs távolság is nagyon lekicsinyedik kettő és fél percre, szóval, ha érdekel. Voltam volna, hogy legalább hagynak két vagy három Concordot üzemelni, és az a két vagy három Concord, ami a többit azt kivonják, nyilván, de hogy legalább két vagy három Concordot ez az elit azért elbír, azért az élményért, meg azért a szolgáltatásért, hogy két óra alatt átszelheted az Atlanti-óceánt, és nem. És hiába nőnek a szociális különbségek a bolygón, most már azt mondhatom, hogy obszcén mértékben, valahogy a dolog mégsem fizetődött ki, akárhogy csak hetente legyen egy-egy. Pedig az egyik, amiért szerettek ezzel utazni a dúsgazdagék, kevésbé híres dúsgazdagék, az volt, hogy nem volt rajta külön, nem voltak osztályok. Tehát, hogy Michael Jacksonnal úgy egy osztályon utaztál, mivel az egész osztályon felüli volt, így nincsenek osztályok. Talán okozhatja azt, hogy nem tartják a Földön, és havi egyszer vagy kétszer nem indul vele egy járat, hogy piszok drága egy repülőt akár hangárban is parkoltatni, nemhogy egy kapunál. Meg azért... De hogy tudod, itt arról van szó, hogy az emberiség elsajátított egy hatalmas vívmányt, majd az egészet eldobta, mert a GDP nem örült neki. Tudod, ez a fura, hogy így azt hisszük, hogy ez egy nagy vívmány, hogy két óra alatt átszelhetjük az óceánt, és aztán a GDP úgy dönt, meg a tőzsde, tudod, úgy dönt, hogy nem, erre a vívmányra nincs szükség. De nem jó érzés egy kicsit néha, amikor azt mondják, hogy majd a piac beárazza, és látod, van, amit úgy áraz be, hogy akkor megköszönjük meg a részvételt. Hát azért voltak ott problémák, ugye szárazföld fölött nem mehetett ilyen gyorsan, mert a hangrobbanás, azt nem szerették a lakók. Meg Mária néni betelefonált, igen. Hogy ő ezt nem kérte. Na jó, dokusorozatokat lekerekíteném még pár dologgal. Ugye sokszor említettem már az Abducted in Plain Sight, egy ilyen kisvárosi pedofil botrányról szóló sorozat, a Making a Murderer-t, ahol gyakorlatilag fogalmad nincs, hogy egy ember 25 éven keresztül börtönben ártatlanul vagy bűnös mi voltában raboskodik. Az Abstract című virtuális kiállítás látogatást, ha úgy tetszik, ami mindig egy-egy epizódban egy képzőművészt követ végig, és hát ebben a karantén időszakban egy ilyen múzeum helyettesítő élmény lehet elég erősen. A Great Hack, amit talán megnéztünk együtt itt az Önkényesben, a Confession Tapes elképesztő undorító módszertannal húztak ki tanúvallomásokat egészen buta emberekből. Náluk éppen egy leckével értelmesebb kisvárosi rendőrök Amerikában is erről szóló sorozat. Aztán itt a Cowspiracy, Seaspiracy, aki a természetre vagy az állatok megevésére érzékenyebb. Az Alien Worlds, ami már egy picit hollywoodi, de engem nagyon szórakoztat, vagy mondjuk azt, hogy engem megvett annak az igényessége, ahol a bolygónkon valóban élő állatoknak a túlélési módszereit vizsgálják először, tehát hogy hogyan szaporodik, hogyan él a mély tengerek alatt, hogyan él extrém időjárási körülmények között, majd 6 epizódban vesznek 6 bolygót, ahol akár lehetne valamilyen élet, és elképzelik, hogy annak a bolygónak a speciális extrémitásai milyen jellegű élő világot eredményeznének. Tehát például egy olyan bolygó, amelynek az egyik fele az, mit tudom én, 150 fokos, a másik fele meg folyamatosan mínusz 70 fokos, és annak azon az egyenlítőjén, ahol egy kicsit mérsékelt, ott szaporodik minden állat, majd a véletlen dönti el, hogy a forró vagy a fagyos felére kerül a bolygónak, és annak megfelelően alakítja így a
testi jellemzőit. Tök jó, nagyon szórakoztató, és hozzá van csatolva az, hogy igen, a Földön is ugyanezt megtette mondjuk ez a mélytengeri rák, vagy hasonlók, ez egy tök jó dolog. Volt egy ilyen, szerintem egy 10-15 éve már egy ilyen BBC sorozat, ez a Future of Evolution, vagy hasonló volt az eredeti címe, és aztán nekem az nagyon tetszett, és kiadtak ebből egy albumot is, azt is sikerült beszerezni, és ilyen gyakorlatilag mint egy képeskönyv lehet lapozgatni, mert ilyen biológusok által, ugyanígy ilyen biológusok által tudományosan végig gondolt, de akár itt a földi evolúció, hogyha ember nélkül menne tovább, milyen fajok fejlődhetnének ki, és elképesztő agymenések vannak benne, de színes érdekes. És akkor ezen kívül még a Dancing with the Birds, amiből az Attenborough filmben is láthattok pár képkockát, de ez csak madarokról szól, és nagyon szórakoztató és szép, és hát érthető módon a pszichedelikumok világában kalandozó Have a Good Trip, ami érdekes lehet, a kicsit erősebb gyomrúaknak, akik nem átalkodnak Gwyneth Paltrow-t bámulni, nekik a vele készült ilyen dokusorozat is érdekes, de ilyen mindfulness témában, meg az agy és a pszichológia és a gondolkodás elemzéséről is a Netflix tele van jó választásokkal, talán ott a legnehezebb rossz szobába betenni a lábad. Sometimes people make a war, iniko malaniko noroksa ai, pappa varua pa chikidam. A Jódli mindent megbocsát. Szövegtudományi tanszék, az önkényes mérvadó, dalszöveg értelmező szolgáltatása. Mai katasztrófa turisztikai destinációnk. Postási Juli Puszi Nyuszi című számát fogjuk itt elemezni. Én bevallom, hogy az én számomra ennél kellemetlenebb húsvéti sláger, ennél kínosabb, ennél feszengetőbb, ennél szégyenteljesebb dal, ami a kereskedelmi rádióknak ebben a rotációjában megfordul, hát alig ha van. Az az igazság, hogy nem fogsz ennek örülni, Robi, én ezt a számot szeretem, mert a Postási Juli hangját szeretem, meg zeneileg szeretem. Sőt, még tovább megyek, és akkor öklendezhetsz tovább. Az a szöveg, amit itt a Geszti formailag, de hangsúlyozom, formailag létrehozott, az így akár Vörös Sándor is lehetne, amennyiben a közönség az nem egy ilyen szexi golddiggereket célozna meg, hanem gyermekaltatóról volna szó. És nem tartozna hozzá ez a jazzes modoroskodás, ami nekem állandó fájdalmam, hogy a jazzzenészek zenélni szeretnének, talán nem kéne erőltetni a tartalmat. Igen, most ehhez képest a tartalom az egy ilyen magát tukmáló nő, erőltetetten kedveskedő, a szakítás előtt ilyen ótvar felajánlkozó viselkedés, plusz kasztrálás és megszégyenítés egy dalban. Ezt teszi vele a tartalom, de a Postási Julitól nem tudok elvonatkoztatni, mivel a macskafogó Miumi újságnak a hangját hallom. Én ezért vagyok megbocsájtóbb, de a szöveg rettenetes. Egyben ez a tartalom, egyben szerintem a legszebb komplementer halmaza, a legkeményebb ilyen bicsező igazi gangster hip-hopnak, ahol arról szól, hogy jönnek a luvnyák. Az ottani csajozós himnuszoknak lehetne ez a tényleg az univerzum balanszát fenntartandó ellenpólusa, hogy egyrészt mind stílusában, mind szóhasználatában a másik vége a számegyenesnek, holott ugyanarról beszélnek, ugyanazt akarják végül is, sőt, olyan ingyenre ugyanazt azt, hogy ő tolná rá magát a kis farával, a kis nyuszi, arra az, aki a hip-hop számban picit elvárja ezt tőle. Én azt hiszem, hogy a Me Too után, meg a feminizmus előretörése nyomán ilyen dalt ma már nem lehetne írni. Tehát ma már a Geszti ezt nem tehetné meg, mert ugye ez a szám, ez olyan végtelenül, furán fog hangzani, amit mondok, olyan végtelenül macsó, olyan végtelenül szexista. Az összes ilyen nőket lekezelő, nőket státuszszimbólumba vevő, vagy abba se vevő sztereotípiát olyan mélyen igazolja és támasztja alá. Ez nem csak a feminista mozgalmak valaha elért bármilyen eredményére köp, de gyakorlatilag a
kulturális referenciaként állítja ezt az aranyásó plázapicsát. Viszont ha annyira megfelelően mélyre van tolva, akkor az már a népmesei szint. Tehát ahogy itt, ahogy elkezdted lefesteni, hogy mennyire negatívan ábrázolja, vagy tárgyasítva ábrázolja a hölgyet, itt a szereplőt, amit szintén nem mondunk ki, az körülbelül nekem a népmesék jutnak már eszembe. Tehát ahol ugye szintén megvannak ezek a nagyon klasszikus, és finoman fogalmazva nagyon klasszikus férfinői szerepek. Suhanjunk végig mondjuk egy hosszabb szakaszon, és utána picit értelmezzük. Úgy fogsz postán kapni, hogy egyedül egy kis kék masni takar, ahol akarom, jaj, ugye kicsomagolsz, nem baj, ha nem szólsz hozzá semmit, kibogozod azt a kis kék masnit, beunyod a szemedet, jaj, ha hozzám hajolsz, jó forró ágyikó, az csuda-csuda jó, ha melegít a lábikó, ne hajt hát pamlagon heverni páratlanul, akkor itt most megállunk egy kis értelmezési szünetre. Azt gondolom, hogy az attitűd az a Marilyn Monroe Mr. President Happy uh-huh. Birthday dal. Ugye, hogy ő egy kis fehér macsniban állett egy habos ruhában mondjuk, és egy ilyen, hogy mondjam, alkalomhoz nem illő. Mint amikor a gyerek óvodai farsangra az egyik apuka részegen megérkezik, amikor vége van a jelmezversenynek, és üvöltözik mondjuk a tanító nénivel, hogy maga is buvát is, tudod, valami ilyen attitűddel. Az is ilyen volt a Marilyn Monroe részéről, és itt, hát ez a Valentin napot így képzeli az átlag honpolgár egymás között, a zárt ajtók mögött, hogy akkor fölveszed azt a kis kék masnit. Na de itt egyedül kínálkozik, annyira kínos, ha ez egy duett lenne, esküszöm, fele ennyire lenne rettenetes, mert itt a nő teper végig, és egy szó nem hangzik el itt az a kitartója, a sugar daddy-e, az ezt hang nélkül hallgatja végig, nem tudjuk meg, hogy ebből választ-e valamit, tehát elég nőiesnek tartja, miután csúszik-mászik a padlón, vagy még ez sem volt elég, és hát kiadja az útját, ebből nem lesz házasság, meg lett a bunda, vagy a személyi gépkocsi, vagy a betétkönyv, de a jeggyűrű az nem jön össze. Pontosan ez a Marilyn Monroe felállás, ez a setup, amit mondasz, ez tök tudatos szerintem, mert nem lehet elvonatkoztatni attól, vagy nem kell, inkább azt mondanám, ahogy a miniszter félreléphez készült ez a szerzemény. És ott picibe, a mi kis magyar valóságunkban az a történet, hogy a magyar miniszter, ráadásul egy kedvelt miniszter, ugye nem tudni melyik párthoz a sztori szerint, egyébként nem is magyar a darab eredetileg, azt hiszem, de ez most mindegy is, a felajánlja ugye az ellenzék az ellenzéknek a legprominensebb tagjának a titkárnője önmagát, ugye a Dobókata. És ez szerintem ezt is próbálja, ezt a szituációt a dalszövegíró úr, ugye Geszti úr, átadni. Megáll és ez a Marilyn Monroe-skodás. Abszolút, ez a Marilyn Monroe-skodás, hogy gyakorlatilag a Kern által játszott miniszter úr az a mindenki kedvence, az abszolút sztár, az ultimate sztár, mint annak idején volt Kennedy. Talán, mondom, azért vannak azért aránykülönbségek nyilván, és ezt a szituációt, amiben a filmelőzetes meg a plakát is annak idején, nem tudom, emlékeztek-e, volt egy pici botrányka körülötte, le is kellett venni bizonyos plakátokat, mert ugye az volt, hogy ez a test megér egy estet. Volt egy ilyen szlogen ez a kampány részeként, és ez aztán ott messze voltunk még a MeToo-tól, de azért ott egy-két helyen az... Valakinek ez bejelzett. Igen. Nekem az furcsa benne, aztán lehet, hogy egy szeretői viszony ilyen, hogy én úgy képzelem, hogy egy ilyen politikus az vagy tűsarokkal tapostatja meg magát, vagy valami elképesztő módon bántóan viselkedik. Vagy bakancsal tapos meg valakit, igen, akit a partnerének igen, tehát, szán. Hogy így vagy az egyik, vagy a másik... Vagy szadista, vagy mazohista. Készülne. Hogy jön ide a melegítős lábikó? Hát fölmegy abba a szállodai szobába állampénzen, lerendezi egyik a másikat, vagy másik az egyiket, aztán nincs itt lábikózás, hanem megyünk innen, de aztán lehet, hogy egy család mellett egy politikus által folytatott ilyen mellékviszonyban helye van az ilyen TRX edzésre hasonlító felfüggesztéseknek, és közben utána a hideg lábikó melengetés a szaténágy neműben room service jeligére. De valahogy nekem nem fér meg, ez túlságosan szeretetteljes. Én azt gondolom, hogy az viselkedik így az a nő, és nekem ezért olyan szörnyű ezt a szöveget hallgatni, akinek a férje az egész falunak
felajánlotta magát és elrendezte, mert ő a postás, nem a Juli miatt, csak hogy postás, vagy a gázszerelő, vagy aki minden házba bejáratos, ahol a férj dolgozik és a nő otthon van, de annak a gázszerelőnek, annak a vízszerelőnek, annak a postásnak, annak van egy felesége. És ő szeretné felhívni magára a figyelmet, mint amikor a háremben érkezik egy újabb fiatal nő, és az első feleség, aki ott még szeretve volt, egyre kisebb jelentőségűnek érzi magát, és csak úgy kínálja, megpróbálja újra felkelteni azt a tüzet, amikor ő még egyedül birtokolta azt a figyelmet, és egy ilyen borzasztó csúszás-mászás. Vannak filmekben ilyen jelenetek, amikor a férfi lábába kapaszkodva vonszolódik ki a folyosóra, mert az bekölnizve virággal és egy vörösborral épp elindul otthonról randizni, már titkot sem csinál belőle. Akkor viselkednek így a nők. A 70-es években nagyon sok filmplakát, ilyen B-filmek plakátján megtalálható ez a klasszik, a férfi egyik lábát átkaroló, de nem feltétlenül ilyen szituációból fakadó, de olyan csodálattal felfelé tekintő női alak. Egyébként még a Star Wars első filmjének a plakátján is láthatjuk, ahogy hogy félig így a Luke térdének van neki dőlve. Ez a 70-es években egy nagyon előszeretettel használt ilyen filmplakát. Van egy ilyen, amit a Jászdújra szemben a Woody Allen kinéz a Humphrey Bogartból, hogy tudod, ahogy az a nőkkel bánik viszki szagúan, cigarettával és pofozva, és határozottan, de ő megkapja azt az áhítót, bárkit tulajdonképpen, és majd vonszolja a lábszáránál. Az ilyen. Nem vagy te gyáva, nyúl ki, sehova se nyúl, csak lekonyul és elvonul. Itt érzem azt, hogy amilyen kedves ez a nő, azért betol egy ilyen kis emlékeztetőt a miniszter úrnak, hogy hát nem mindig sikerül azért itt a Fibonacci sorozatot vagy tökéletesen. Inkább ez egy kicsit ilyen csibészeltetés. Igen, csibészeltetés. Amíg a vágynak végleg bealkon nyúl, és akkor Geszti Péter nagyon elégedetten tehette le a töltőtollat, hiszen még egy nyúlat sikerült. A nyúl, de vagy gyáva nyúl, ahol névszó, aki sehova se nyúl, ahol ige, csak lekonyul. Hát igen, és bealkon nyúl, hát ez nagyszerű, Peti, hát ez csodás. És tudod, ezek a húsvét szellemét, és ugye hát a termékenységet megidéző sorok, miszerint húsvét lesz májusig, s ha újra havazik, a puszinyuszi vigyáz rá, hogy mindig legyen nála két hímes tojás. És tudod, ezek a hát alig leplezetten szexuális utalások, ezek szerezhetnének tulajdonképpen esztétikai élményt is, és az alacsonyabban kultúrált közönség körében nyilván szereznek is. Csak hogy mi itt a különbség, hogy megidézted itt nekünk a Vörös Sándornak a szellemét. Én azt hiszem, hogy azért formailag. A Vörös... Formailag, igen. Én meg az Catmanét. Hogy valahogy, hogyha Vörös Sándort olvasol, vagy Vörös Sándort hallgatsz, valahogy nincs ingered arra, hogy lekapard a bőrt az arcodról. De hogy még hogyha gyerekverset olvasol, akkor se. Mert a gyerekvers, az persze infantilis, hiszen gyerekeknek szól. De ez a gyerekvers szintjén infantilis tartalom felnőtteknek. Uh-huh. Most egy felnőtt ember, aki már nem gyerek, aki már nem tud önfeledten örülni annak, hogy nyúl, aki nyúl, és akkor lekon nyúl, és bealkon nyúl, de jó, és nem tud önfeledten örülni annak, hogy egy icipici sabada, egy kis subidubi, meg hogy simihumi vabada vap-vap tubidubi. I'm a Scatman! Ja, Scapati miria bada zsabogé, zsabogé. De figyelj! De tudod, hogy itt arról van szó, hogy egy gyerekversben te szégyenkezhetsz, de ugye nem te vagy a célközönség, hanem a gyerekek, akik még ezen nem szégyenkeznek, hanem önfeledten tudnak örülni ennek. De amikor felnőtteknek gyártunk olyan szinten infantilis tartalmat, amint csak gyerekek tudnak önfeledten élvezkedni, a felnőtt ember elszégyeli magát,
és hogy ezt a geszti nem érzi, vagy érzi, és a producer is érzi, és mindenki jól érzi, de nem baj, mert működik, mert ez a szégyen is egy erős mém a posztmodern kulturális térben, tehát realizálja a kattintást, hogyha, realizálja a tetszést. Robi, hogyha az lenne most a feladat, hogy próbáljuk meg összerakni, összeállítani azt a briefet, amit kapott a geszti, hogy írja meg a szöveget. Egyébként egy ilyen kis vidám dallamhoz, ehhez a filmhez. Biztos vagyok benne, hogy mi összeraknánk, és aztán látnád, hogy ja, hát ezért ilyen. Azért ilyen, mert azt kérték tőle, hogy legyen igen, kicsit pikás, legyen egy kicsit azért, legyen áthallan. Igen. Van olyan, van olyan feladvány, ilyen szöveg, tudod, megbízás, hogy írjál dalszöveget, amit így a geszti megkap, és azt mondja, hogy gyerekek, ne haragudjatok, keressetek valaki mást. A 98-ban a miniszter félrelépre, ne vicce, még én is elvállaltam volna. Mármint úgy értem, hogy nem is tudok írni ilyeneket, de simán. De tudod, hogy így, ezt így leírta a geszti, és így nem érezte azt, hogy ez szégyen teljes, hanem azt érezte, hogy ez profi, ez egy profi módon pont jól elvégzett olyan, munka. Ez is a parizer kategória, hogy ez egy nagyon jó parizer, ő összerakta, és te otthon nem tudsz parizert gyártani, meg egy csomó minden nem tudsz, ezért boltból veszed meg, ettől függetlenül nem lesz neked az a termék egy értékes dolog, de te nem tudod megcsinálni, ő pedig meg tudja, megrendelésre meg is csinálta, és zseniális parizer lett. Az infantilizmusnak és ennek a pajzánkodásnak a találkozása az kriminális szó szoros értelmében véve. Az egyetlen felmentő dolog az a perverzió lehet. Tehát amennyiben az infantilizmus a szexualitással találkozik, az jó esetben két óvodás, rossz esetben egy óvodás és egy felnőtt. A másik jó esetben, ami legalább nem büntetési tétel, hogy ez a miniszter, ez egy felnőtt nő hatására szeretne pelenkában cumival négykézben szaladgálni a padló szőnyegen, abban a szállodában, vagy a valami értékesebb szőnyegen, akkor nem padló szőnyegen. Hirtelen megint visszazuhantam a szomszédok univerzumba. És akkor itt a szám végén, miután túl vagyunk azon, hogy és persze simi humi vabada vab vab tubi dubi vab vani bani, neked is kell egy kis puszinyuszi, jön az a rész, ami megfelel ugye annak, amikor a szikóra kérdezi, hogy postán küldje-e vissza az emlékkönyvet. Igen, a Ciao Marinának a végén van ugye egy ilyen narratív szakasz, és itt is megkapjuk ugyanezt, ahol hát tulajdonképpen elvétjük de azt ott, a románcot, amiről szólt az egész ott is dal. Rettenetes dolog történik amúgy, persze most ezzel foglalkozunk, de az, hogy a nővéred úgyis jobb nőnáladna szedd a lábad, erre szerintem a legmegfelelőbb reakció, hogy Marina úgy rúgja ki, hogy a lába nem éri a földet, és utána szenved a szikora abban a számban. Itt viszont az történik, hogy nyuszi édes, nyuszikám, figyelj csak, hú, hát itt vagyok, jaj, de csiklandoz a bajszod, undorító viselkedés. Mondani nyuszikám, hogy de most tényleg ne érts félre, nyuszi, imád? Szóval, hogy a kis puszi nyuszikádnak úgy elkopott a bundácskája, hogy mindenképpen kéne egy másik. Figyelsz rám? De nehogy nyúlból legyen, te kis ravasz, círóka, maróka, puszoka, nyuszoka, róka legyen, vagy inkább nerc. Nyuszi, most meg hova mész? Tehát itt a miniszter eddig partner volt abban, hogy pelenkában cumiban szaladgálja. Kifizeti az óradíjat, de szépen nem lesz kikartott nő. Igen, ez egy ilyen egy felvonásos sztori volt. De ezt is a geszti írta bele, tehát a geszti érzi, hogy vannak ilyen nők, de egy miniszternek ennél több tartása van. És ja, maximum egy győri polgármester az, akit itt el lehet ejteni. A miniszter ennél magasabb színvonal. Így van. Nem mondom meg, mikor győri polgármester, bármikor lehet pont, ez a történelem során. Győrrel van a baj, természetesen azért mondom ezt, nem az emberekkel. És amikor ez idéző sláger volt, vagy nem idézőjelben, akkor a Danubiuson azért ezt minden nap kétszer legalább hallottad. Ma pedig egyszer a Spirit FM-en is. Na jó, hát igen, adjunk a szégyennek. Mert hogy ugye ez nyilvánvalóan egy élmény, hasonló élmény egyébként a katarzishoz. Tehát ugyanúgy futkos a hátadon a hideg, nem a jó értelemben, ugye? Tehát ugyanúgy az ember egy kicsit kifordul önmagából. Na most a katarzis az nyilván olyan, hogy ott egy kicsit, hogy mondjam... Dobókatarzis. Maga... Beszálltam én is végül. Győztél, úgy igen, érzel. Igen, de tudod, a legvégén, tudod. Már nem tudunk rá, mert erre nem számítottunk. És már látjuk a szalagot magunk. Ez már a feliratok alatti baki parádé alatti. Oszi alakú csík elhúz mellettünk, és átszakítja, úgyhogy a célszalag maga is meggyullad. Boeing Pokang képregény hangokat adva. Köszönjük a figyelmet.
Itt köszönök el. Te a Mária néni voltál, én meg a Scatman. Ezt akartad mondani. Köszönjük türelmüket! A közízlés ma is undorral tolta a tányér szélére mindazt, amit főztünk. Megbuktunk. És legközelebb újra megbukunk. Megmaradt hallgatóinkat, JD-t, Juliant és Martint várjuk vissza itt, a Spirit FM-en, az önkényes mérvadó műsorsávjában.